Köszöntöm a nézőket, a név inzertem majd az lesz, hogy Bojte József filmrendező, de hát ennél sokkal több ő, fesztivál szervező, producer, népművelő, Jancsó Miklós állandó munkatársa volt, de hát ezt mind nem tudjuk kiírni. Amikor esztergályos voltál, akkor gondoltad, hogy egyszer filmes lesz belőled? Hát nem, azt nem gondoltam, de hogy a művészetekkel, mert gyerekkorom óta verset mondtam mindig. Tehát ilyen szavaló, meg színjátszó voltam. Tehát azt gondoltam, hogy nem maradok ez. És szeretted ezt az esztergályos munkát? Nem szerettem, csak szegények voltunk, és az apám azt mondta, előbb legyen egy szakmám, aztán azt csinálok, amit akarok. És esztergályos lettem, dolgoztam 4 vagy 5 évig, és aztán... Aztán egyetemre jelentkeztél? Hát többször, de végül is majdnem 30 éves voltam, mikor az egyetemet elvégeztem. Igen, körülbelül. Én a Kis Központi Művész Együttesben színjátszottam, vagy szavaltam inkább, mert az egy ilyen versmondós csapat volt. Rettentő sok színész került onnan. Igen, ki. Tudom. És és akkor ott jól működtem, és felkértek, hogy legyek művészeti vezető, és akkor a Rajkókkal, meg a szimfonikus zenekarral, meg a kórussal, meg, tehát ami ott volt, az egy fantasztikus együttes volt. Azzal jártam az országot, meg külföldet, turnékat vezettem, és egyebeket. De aztán... Nagy szervező vagy, ez majd, erről beszélünk majd. És, de aztán megszületett 2 gyerekem, megnősültem, a feleségem, az első feleségem, az egy magyar tanárnő volt, magyar történelem tanárnő volt, 2 gyerekünk lett, és ezt a... keveset voltam otthon. Hát ez az utazós élet, ez nem családapáknak való. És akkor elmentem Cseperre, a Cseperi Munkás Otthonban népművelőnek. Akkor elvégeztem ezt a marxista, Foxi Maxinak nevezett, de én egy nagyon jó az oltai osztályba jártam, Hegel szemináriumra, meg egyebekre, tehát egy nagyon jó képzést kaptunk, és így lett főiskolai végzettséget, akkor ez még annak számított, és akkor felvettek népművelőnek, és ott dolgoztam sokáig, 4 vagy 5 évig. Ott ismertem meg a második feleségemet, Marit, és elváltunk közben. Az első De még film még mindig nincs a közeledben. Nincs, és akkor közben elvittek katonának, ami engem teljesen kiborított, mert már 2 gyerekem volt. És azt ígérték az együttesben, hogy nem visznek el, mert már 24 vagy 25 éves voltam akkor. És mégis elvittek Pécsre. Hát ennél megalázóbb, primitívebb helyzet, mint a katonaság, nincs a világon. És én akkor elhatároztam, hogy ezt én így nem hagyom. Általában ilyen elhatározásokból születnek a dolgok. És akkor a Csepelen, ott már mindent megcsináltunk, tehát felfuttattuk azt a Csepeli Munkásotthont, az a ország legjobb háza volt akkor, és a leggazdagabb, mert a Vasas szakszervezet támogatta. Minden csoportunk aranydiplomás lett, meg tudom én. És úgy éreztem, hogy most már dolgom lenne a katonákkal, és a Zalka Máté Katonai Műszaki Főiskolára jelentkeztem klubvezetőnek. Ott volt egy politikai helyettes, Rózsa Károly alezredes, aki az életem legjobb főnöke volt. És megkérdezte, hogy te elvtárs, miért akar maga eljönni, hát az ország egyik legjobb házát vezeti, és mondtam azért, mert voltam katona, és elhatároztam, hogy ennek a hadseregnek, ahol lehet, én ártok. És itt tiszteket képeznek, tehát hogyha tudok nekik valamit pluszt adni. Hogy emberségesebben bánjanak. Hát, hogy emberek, igen, mert a tisztekkel is sok baj volt.
Akkor én ebbe belevágnék. Jó, fel van véve. És 4 évig voltam ott, 4 év alatt bármit kitaláltam. De éppen most beszéltem egy volt kolléganőmmel, a Skrabut Évával, aki Zalaegerszegen népművelő, most már nyugdíjas ő is, zseniális csaj volt, hogy azt mondta, őnek is ez volt a legjobb időszaka az életének, mert bármit kitaláltunk, kifizették, tehát megadták hozzá az anyagi támogatást, és megcsinálhattuk. Abban az időben, te emlékszel rá, voltak, aki mit tudok. Hogyne. A Zalka minden, ki mit tudom, ilyen második, első, harmadik ilyen helyezéseket ért el. A Major Tamás volt a zsűri elnök, és azt mondta, egyik ilyen szereplésünkkor, hogy miért mondják, hogy ez valami műszaki főiskola? Hát ez egy ilyen művészeti főiskola, nem? Mert úgy nem tudta, hogy mi az. Volt kórusunk, citerezenekarunk, tánckarunk, bűvészünk, artistánk, fuvózzenekarunk, szóval mindenféle. Hát ebben jók voltunk ebben a világban. És volt egy mozitermünk, meg kiállító termünk, szóval egy nagyon nagy élet volt az Alkán, amit azóta letaroltak ezek a okosok. És vetíteni kellett katonai filmstúdiós filmeket, amik szörnyűek voltak. És egyik egy ilyen beszélgetéses este kiderült, a Tisztiházban voltunk valami vacsorán, hogy mellettem ül a Szent Irmai Pista, aki a stúdió vezetője volt, egy alezredes, nagyon helyes fiú volt, de nem volt egy nagy művész. És mondtam, akkor elmondom neked, hogy ez borzasztó, hát miért nem csináltok ilyen meg olyan történelmi, tehát ami valami pluszt ad, mert az, hogy kell lekenni a kocsikereket fekete izével, hogy ne rozsdás, hogy ez ki a fenét érdekel, tehát pláne tiszteknek, mert ez ilyen technikai, meg olyan politikai filmeket csináltak, ami hát ilyen propaganda filmek. Igen. És hát egy kicsit ott pironkodott, és 2 vagy 3 nap múlva felhívott, hogy jöjjek át. Ez a szomszédban volt, mert az a Movie-ban működött. Tehát a filmgyáré volt a stúdió, csak a hadsereg támogatta. Átmentem, és azt mondta, gyere át hozzám dramaturgnak. Vállalom el, és akkor csinálhatsz itt új dolgokat. Mondtam, oké. Elmentem az Rózsa Karcsihoz, és azt mondta, hogy Józsikám, hogyha ott nagyobb tömeghöz tud szólni, és magának ez a terve, menjen. És akkor itt el is indult a filmes karrier. Nagyon sok filmet csináltál. Sokat. Egyet kiválasztottunk, ami számomra azért izgalmas, mert Babos Gyuláról készült, aki elég szűkszavú volt, ha az ember interjút készített vele, mert ő zenélni szeretett, de ebben a filmben te elintézted, hogy ő hosszan és nagyon élvezetesen beszélt. Úgyhogy ebből megnézzünk egy részletet, jó, és aztán folytatjuk. Lemezel? Elkészültem vele. Igen? Most megpróbálom megkérdezni, hogy valakit érdekel-e. Mert? Már hogy kiadott? Mert akkor sajátban, igen, akkor sajátban kell kiadjam. Uh-huh. Az újban olyan dalok vannak, aminek a fele lováriul van, a fele magyarul. Mert én ezt hiszem. Én azt gondolom, hogy itt lakunk. Uh-huh. Te tudsz lovári nyelven? Nem, mindenki engem azt tudni. Angol sem tudok, azt meg is játszottam angol zenét, érted? Én nekem az nagyon jó forrás. Nekem nagyon jó oda nyúlni, nekem nagyon jó oda tartozni. Már mostanában úgy vágytam volna egy standard lemez elkészítését, de ezt nincs értem, hogy lemezt csinálni, mert nem veszik a népek. De rengeteg lemezed van egyébként. De rengeteg. Nekem? Hát szóló lemezem? Hát az irodalom szerint rengeteg. A szóló lemezem megmondom hány van. Hát nem úgy szóló, hanem zenekari. A zenekarban engem azt nem tudom. A zenekarokban hány lemezen szerepelek, azt nem tudom. Van 1-2. De szóló lemezem szem 6 darab, most jön a 7. Józsi, szétesett az egész darabőjére. Régen egy darab televízióban egyszer szombaton muzsikáltál 8-kor, akkor hétfőtől bejárhatod az országot, mert mindenhol ismertek. Hol tudod ma meg ezt az ismertséget? Ja. Egy ilyen csillagszületiket kell hozzá nyerni, vagy... Hát az is 3 napig tart. Na jó, hát mert ugye ott van egy olyan érdekes dolog, amivel
Az én növendékeim közül sokan voltak, bár nem a Csillagban, de a másikban. A Sztárban? Nem tudom, a másik tévében. Megasztán. Engem is hívtak zsűritagnak egyikbe, csak aztán... Most megismerne a Zöldséges, látom. Megismer, az így is, én pénzt adtam ott, hogy vizem messziről is. De most, hogy fogyok urászod. Most, hogy fogyok urászod, hogy vizem legelek. Hentesed, hogy ilyen van. Hát persze, legelek. Bárányfelhő, bokor, stb. Kínár. Már a piázás is az a nagyon, nagyon a gyengén állok vele. Náluk voltatok, akkor azt mondtátok a szakcsival, hogy hát mi nem is piálni jártuk be a világot, hanem kajálni. Hát emlékszem, hát azt meséltem neked, hogy egyszer még a boldog békeidőben Rádu Misi még külföldön élt, és hazajött egyszer, és elmentünk a... Azt hiszem, a balettcipő volt akkor a legnagyobb éjszakai lehetőség, és elmentünk, és akkori világban csináltunk egy 4000 forintos cekket. És a 4000 forintos cekk az végig Debreceniből volt, ami sívott egy pár sörbe. Hárban. Úgyhogy ez. Szóval nem, engem nem izgat. Ez a része nem. Nagyon izgat a szakmai elismertség. Kaptam egy Liszt-díjat, azért nagyon boldog vagyok, nem is nagyon hiszem, hogy nekem másra lenne. De kaptál valami köztársaságért? Igen. Azt sem tudom, hogy miért. Köztársaság érdemrend tiszti keresztje. Előtte van a nap, játszottunk a... Nagyon közeli kapcsolatba kerültél vele, hogy ő ilyen közlékeny volt. Hogy vetted rá őt? Kérlek szépen, rendeztem egyszer a Fóti Gyerekváros felkérésére egy operaházi estet, operaházat kapták meg. És akkor Csáki Laci volt akkor az igazgatója a Fóti Gyerekvárosnak, akit ismertem, és azt mondta, hogy találjak ki oda valamit. És azt mondtam, hogy nem volt még jazz az operaházban. Csináljuk meg a legjobb magyar jazzeseknek az estét. Ez jó. És a Babos volt meg a Szakcsi a két sztár, és a Babosnak volt egy bandája, aki nagyon jól hangosított. Igen. Tehát ő még azt is vállalta, hogy a technikai részét, mert ott az operaház nem volt erre berendezkedve. És akkor csináltunk ott egy fantasztikus koncertet, és azóta barátok lettünk, többször is találkoztunk, együtt jártunk kajálni, meghívott Liba Combra, én izére, egyszer eljöttek hozzánk mind a ketten vacsorázni, ezt meséltem itt el, és ugye ők mind a ketten nem ettek disznóhúst, mert félig zsidó mind a kettő. Igen. És én meg akkor csináltam egy töltött káposztát, de a Mari csinált nekik egy hatalmas csomag. Mari a feleséged. Szegény feleségem, aki már nincs. És csinált egy nagy csirkepörköltet. Ezek ennyit tudnak enni. Tényleg nagyon zabásak. És mondtam, hogy ráfáztatok erre a csirkepörköltre, mert én csináltam egy töltött káposztát, és az az igazi. Szia Szakcsi, hát én azért ezt így meg tudnám fejelni. Mondom, de disznóhús. Hát jó, nem baj. Hát behoztam, ez ilyen nagy fazék, ugye, mert karácsonyra csináltam. És akkor szedtem nekik egy ilyen, hát még egy, de én ilyen nagy töltéket csinálok. Azt mondta, Babos, majd ő szed magának. Oda ment ő, és szedett két hatalmas adagot. És ugye a tetején volt egy ekkora darab kis száraz kolbászt, rádobtam még a íze miatt. És azt így kiraktam. Szakcsi így nézte, folyt róluk a víz, én nem kaptam kolbászt. Jó. Szóval... Hány filmet csináltál? Összeszámoltad vele? Az az igazság, hogy dramaturgként, először dramaturg voltam, dramaturgként nagyon sok filmbe próbáltam mondjuk javítani a szövegen, meg egy kicsit korszak. De mint filmrendező. De filmrendező, hát sokat. Rengeteg filmet. Nem olyan túl sokat, olyan 60-70 darabot biztos. Egy időben úgy alakult a sors, hogy
összekötöttétek az életeteket, legalábbis a munkás életeteket Jancsó Miklossal. Ez hogy történt? Hát ennek van egy hosszabb története, ezt most nem mesélem el. Két fesztiválon ő volt a zsűri, ahol nekem filmem volt. És egy sportfilmfesztiválon kezd helyen, meg a Miskolci nagy fesztiválon, mert Miskolcon volt azelőtt a dokumentumfilmeseknek. Igen. Az éves nagy fesztiválja, mint a filmszemle itt a játékfilmeseknek. És már az elsőnél behívott egy interjúra a helyi tévé, csinált vele interjút, de azt mondta, hogy ne vele csináljanak, hanem velem, mert ez egy új hang. A két kis filmem volt beválogatva, ez egy nemzetközi fesztivál volt, szóval elég rangos, azóta se volt ilyen itt. És az egyik filmem díjat kapott. A Miskolci Fesztiválon pedig nagy díjat kaptam, a Vigyél magaddal. Egyébként ez fent van a YouTube-on, nem tudom, miért nem ajánlottam. Ez egy cigánylányról szólt. Amit én azt láttam. Láttam. Azt sokszor vetített a televízió, aztán sok, meg csináltak a Váradi Júliék külön műsort hozzá meg. Tehát ez egy nagy sikerű mozi volt. És akkor az öreg azt mondta nekem, ott Miskolcon, hogy menjünk el, mindig van egy zárófogadás. Ilyen hideg tálak, menjünk el vacsorázni, és ki vagy te? Tudni, én nem végeztem főiskolát, már mint színművészetit, és nem ismerte a munkásomat. Én emlékszem rád Keszthelyről is, megizérni, hogy mi. És akkor ott jól elbeszélgettünk. És azt mondta, hogy oké, majd figyel rám. Majd elment Amerikába két évre. Tanítani. Ez akkor volt. Ez volt az utolsó Miskolci filmfesztivál egyébként. Ne. És amikor hazajött, akkor meghívott egy vacsorára hozzájuk. Ő szeretett nagyon főzni, én is, és ebbe is jók voltunk. És akkor beszélgettünk, és kérdeztem, hogy mit csinál. De akkor már 70 éves volt, vagy 72. Nem, 72 később volt. És azt mondta, semmit. Nem kapott melót. És kérdeztem, miért nem tanít. Azt mondta, mert nem hívtak. Amerikába hívták, ide nem. Na hát ez... És akkor nekem bejött a Bodor Pali bácsi, felhívott, hogy itt van a Erdélyi Lajosnak egy könyve a zsidó temetőkről Erdélyben. Ebből jó lenne csinálni valamit. Nem mondom, Pali bácsi, kövekről mi a túrófilmet tudok én csinálni. Gondolkozz ezen, és majd... És eszembe jutott a Jancsó, hogy nincs munkája, felhívtam a Zsuzsát, a feleségét, hogy... Csákány Zsuzsát, hogy te van ez a dolog, lehet, hogy belekapnék, de én semmit nem tudok a zsidóságról, viszont az öreg még mindent tud, mindenről egyébként, de erről is tud. Hogy szerinted, hogyha megkérném, hogy legyen ő a rendezője, meg a producer, akkor azt az életét mentenéd meg. Jelképesen persze. Mondtam, jó, felhívtam, mondom neki, hogy lenne egy dolog, amit kijött hozzám a stúdióba az Üllőútra. Ki metrózott. Elmondtam neki a dolgot, megmutattam a kötetet. Azt mondja, jó, akkor a Bodor Pali is, meg te is gyertek föl este, és akkor beszéljük meg. Megölelt, potyogott a könnye, és azt mondta, kezdjük el, Józsi bácsi. Így szólított egyébként. Ő volt 10-20 évvel idősebb nálam. És elkezdtük. És akkor szereztünk hozzá pénzt, hosszú, bonyolult dolgot. Hát meg is lett a film. Persze. Én láttam egy sorozat. Igen. Egy sorozat lett belőle. Aztán csináltunk egy cigány sorozatot. Azt nem mutatta be a televízió, mert akkor már olyan világ volt. De amikor meghalt
papa, akkor a Urániába levetítettük több teremben. De játékfilmben is közreműködtél. Tehát. Hát persze, a nekem lámpást, azt én, annak én vagyok a producere. És az is egy bonyolult történet volt, mert nem ez volt az eredeti történet. A lényege az volt, hogy a 2000 környékén volt, tehát 98-ban forgattuk, hogy hol 97-98-ban, hogy Szentpéter lejön az égből, mert az Isten leküldi, hogy megnézze, hogy tényleg elpusztítsa el az emberiséget, és pont Magyarországra küldik. És akkor itt különféle kalandok történtek. Sok rögtönzés volt ezeken a forgatásokon. Ezeken csak rögtönzés volt. Na de az eredeti történetben meg voltak írva a jelenetek, és a Mastroianit akarta felkérni, de a Mastroian pont meghalt. Akkor kimentünk Olaszországba, és beszéltünk a Gassmannal. Viktória Gassmannal, szegény már az is meghalt azóta, de akkor még megvolt, és ő mindjárt felajánlotta a fiát is, mert a sztoriban megfiatalodik, hogy csajozhasson a Szentpéter. Sőt, még az unokáját is, aki még elég kicsi volt. Úgyhogy elég jól állt a dolog, de a producere azt mondta, hogy nem ad pénzt az öregre, mert már nem megbízható. Voltak ilyen szenilitás problémái. És akkor azt mondta az öreg, jó, felejtsük el ezt a forgatókönyvet, elindulunk, jövő héten forgatunk. Fogalmunk nem volt, hogy mit. Lefoglaltuk a temetőt, mert ott lesz, és ő megírt két vagy három jelenetet, de ezek ilyen vázlatok papír. De akkor már megszereztem az előzőhöz a pénzt. Tehát ő nekifogott, 72 éves volt akkor. Nekifogtunk és megcsináltuk, úgyhogy esténként összeült a Grün, ő, én, Márton Pistin. Grün, Ferenc, igen. Ő volt az operatőr. És akkor tovább szőtte a most akkor azt fogjuk és meg. És egy nagyon izgalmas film lett belőle. Hát, zseniális a film. És ez volt tulajdonképpen az utolsó közös munkánk, de előtte már még csináltunk dokumentumfilmeket. Én Jancsot láttam többször dolgozni, és azt hiszem, hogy neki hihetetlen nagy erénye volt, hogy a kábel húzogatóval is úgy beszélt, mintha egy film. Édes úr így szólított mindenkit, és ezért mindenki mindenre hajlandó volt munkaidőn túl dolgozni, olyan feladatot elvégezni, ami nem az övé volt, mert annyira, és őszintén, tehát ezek nem megjátszós. Képzeld el, ebben a filmben 127 ember szerepel. Mindenkinek tudta a nevét. Igen, tudom, láttam. Tényleg az utolsó kábelhúzogatónak, vagy sminkes lánynak, vagy és csókollak édesem is, gyere drágám, vagy édes úr, vagy a nevén. De hát Jancsóval mást is csináltál, nagy koncerteket, nagy rendezvényeket. Igen. És úgy éreztem, hogy nagyon harmonikus a ti kapcsolatotok. Nyilván te egy csomó olyan gyakorlati dolgot átvállaltál, ami ő nem. Hát meg nem. De én azt is tudom, hogy azért tartalmilag is beleszóltál dolgokba, tehát hát nem ez, csak lebonyolítottad. Ez közös, persze. Mondjuk a játékfilmben, a lámpásban nem lehetett tartalmilag beleszólni, mert fogalmunk nem volt, hogy mit csinál az öreg. És még a Grün is csak sejtette, mert azért a legjobban vele tárgyalta meg. Holnap legyen egy daru. Milyen magas. Ez volt a munkastílus. Nem az, hogy minek, meg hogy, meg mekkora. Ez a film azt hiszem fenn van a YouTube-on, meg lehet nézni. Akartunk részletet adni belőle, de elbeszélgetjük az időt, és inkább azt mondom a nézőknek, hogy nézzék meg ezt a filmet. De ezt a jelenetet, ezt a hidast én szerintem mutassuk meg. Mutassuk meg? Ő okay. A világ akkor legnagyobb jelenete. Akkor inkább a beszélgetésből csípünk le időt. Jó. Nézzük meg ezt a jelenetet a filmből. Na, jön már a csukák reggelije megint. Egy szatyor halba, hogy nála van a búcsú levél is. Nincs tovább, Gizi.
Nem megy tovább, hiába minden. Vége van, és nincs folytatás. Aki kétszer jön, az jön harmadszor is. Igaz? Nincs tovább, Gizi. Nem megy tovább. Vége van, hiába minden. Nincsen folytatás. Ez minden. Dagolj meg! Engem ma az se érdekel. Ne add ki te is a seggemet, érted? Majd, ha kihűl. Persze. Maradjál már, mit ácsorogsz ott? Menjél tovább, nem kell velem foglalkozni, hallod? Mi az anyádat csinálsz ott, Petikém? Ha? Mit csinálsz ott, gyere le! Várjál, megyek! Menjél már a rohadt életbe! Figyelj, gyere le innen, Petikém! Mindenki csak zavar, szerriasztod a turistákat, rontod a városképet! Figyelj, nem zavarlak már, hallod? Menjél vissza oda, hogyha akarod, de? Jó, jó. Hát csak pár percig tart, jó. Kapa! Állj meg ott és jó. Nézd meg nyugodtan, jó. Hallod? Nem gond, komolyan! Nyugodjál meg, Petikém! Menj oda vissza, jó. Nézd meg! Figyelj, ne üljél le, mert aranyeret kapsz, érted? Nyugi! Nyugi, miért csinálod ezt? Mondd meg, miért csinálod? Mi az anyádért csinálod? Ne válaszoljál, nem kell. Beszéltem a Gizivel. Petike, most tudom a leveledet kívülről. Nagyon szép, jól sikerült, ismerlek már. Figyelj, gondolkozzál már. Emiatt a szőrös lábú, büdös szájú, ótvar, debla, görény miatt csinálod? Ne nyújj hozzám, hallod? Hülye vagy? Te vagy a hülye, vettél neki kocsit, mit házadban? Palotát vettél neki, te barom! De most ez hogy jön ide? Nem úgy jön ide, hogy gondolkozz egy picikét! De vigyázz, de leesek, hülye vagy! Gondolkozzál már egy picikét! Rendben van? Rendben van, nincs harag! Nincs harag! Szevasz! Megnéztelek, látom, rendben vagy, rendben minden oké. Én megyek is haza, probléma, hogy én dugtam először a Gizit. Negizizd, hallod, tudod, hogy nem jó a Gizizd, negizizd! Rendben van, dezodoráld magad itt a szélben, Petikém, szevasz! Figyelj, még van egy ötletem, hogyha ugrasz, rugaszkodj el rendesen, de betorra esel, szétlocsan az agyad, érted? Úgy nézel ki, mint egy puttonos takony. Mit szólna hozzád Erzsi néni, az anyád? Emlékezz anyámat, hallod? Rendben van, szevasz, Petike! Kapa! Figyelj, gyere ide, nem. Innen ugorjál, biztos nem a betorra érkezel. Figyelj már, kapa, nem a Gizi itt a baj. Na látod, édes szívem, hát mégsem vagy te annyira hülye gyerek, na. Hallod. Anyad, mi a gond? Kész vagyok, érted? Tönkre vagyok, totál vagyok. Kész, ki vagyok. Mi van, mondjad? Ne csináld már, egy csóró lettem. Egy nulla, érted? Egy zéró morféma, egy nulla per nulla vagyok. Értem. Régebben tényező voltam, érted? De egy nagy tényező voltál régen. Régebben egy. Még számítottam, hát emlékszel, megmérgezték a kutyámat. Rám gyújtották a garázst, figyeltek ja, rám, értem. Érted? Nosztalgiázni jöttél fel. Figyelj, most már senki tényleg, nem érdekel, az, megyek le a csatornába. De mi a probléma? Szegény vagyok. Csóró vagyok, érted? Mit szegény? Egy csóró vagyok, árva vagyok, érted? Vak vagyok, érted? Süket vagyok. Szegény vagyok, néger vagyok, zsidó vagyok, cigány vagyok, érted? Kell egy andaxin? Andaxin? Aha. Vagy gyere ide, dőj ide, gyere ide, hadd sokoljalak, hát gyere ide. Jaj, te bolond gyerek, legyen meg a szívedet. Figyeljél! Hát csak ez a baj! Ez! Hát minden rendben van! Figyelj, riportokat adsz, könyvet jelentetsz meg! Érted, ez az a kutya téma, garázs téma! Újra híres leszel, és amilyen barom a Gizi, még örülni is fog! Tudod, mi a gond, Petike? Tudod, mi? Kinek van gondja? Kinek? Mi? Nekem, öreg, nekem! Miért? Miért? Mert nekem minden sikerült, öreg! Érted, miről beszélek? Én milliárdos vagyok, öregem! Jó van, azért ne... Milliárdok! 5 milliárd ide! 10 oda! És te szórakozol velem, apukám! Polisz alapítvány! 10 millió csak úgy betenni! Tudod, hány emberről gondoskodok én? Hányról? Médiahajó! Öregem! Nekem ott kell lenni mindenütt! Szórakozol velem! Én nem csinálhatok idas műsort! Hát beugorhatnék én is! Hülye vagy, de én nem tehetem meg! Ne baszd ki, kapa, hallod? Ne húzd fel magad! Ezen! Baszd meg! Milliárdokról van szó, te megjössz a kutya miatt!
meg a csóró vagy! Ütös kurva életbe! Komolyan átjál békén! Ne nyúljon nem! Töröd meg a szádat, te folyik taknyod nyáladban. Komolyan mondom, felbasszol! Vízszeres lábammal mászkálok itt utánad mindig. Ezt szórakozzál már velem. Tériszonyom van, be vagyok szarva, te meg itt hülyéske. Jó van, figyelj. Hogy? Te, kapjunk be egy sört, hallod? Basz, te sört iszol? Mióta? Rákaptam a sörre, az ászokra. Miért? És nem csinálsz ele? Egy kicsit fölfúj, de miért? Sört iszol, hát megáll az esz. Ne hülye, ezt a 10 és feles ászokot, tudod, a 60 napost. Figyelj. Miért, te nem szereted? Én utálom, figyelj. Legyél öngyilkos, rendben van. Nyírd ki magad. Lehet, hogy valaki műsorozott már a másik hídnak. Figyelj, de én nem engedhetem meg magamnak, hogy a barátom ilyen ízléstelenül nyírja ki magát. Mit szólnának hozzá? Megyek a médiahajóra. Hát aki kíváncsi az egész filmre, megtalálja. Nagyon szórakoztató, és nagyon nagy jós volt Jancsó Miklós. Tehát hát ez 98. 98. És akkor arról beszél, hogy a budai várat megvettem, amerikai konyhát, csak folytatódik. Igen. Teszekben, érdemes megnézni, mert ez... A parlamenten még szaroznak, de meg fogom azt is venni. Most már nem foglalkozol filmkészítéssel? Most a kisbabával foglalkozom. Kis unokáddal? Unokámmal. Láttam a Facebookon, egy gyönyörű kis gyerek. Nagyon édes kis kölyök. De azt hiszem, hogy teljes ez az életmű, nem? Tehát azért nagyon sok mindent elértél. Díjakban, munkákban, munkatársakban, azért ez mai fiatal filmesek nem tudnak egy ilyen életművet felmutatni. Nincs lehetőségük rá. Lehet. Lehet, de hát most egy teljesen más világon. Egy rohadt világon. Köszönöm szépen, hogy eljöttél a nézőknek. Köszönöm a figyelmet, és viszontlátásra egy hét múlva. Köszönöm.